Hova dugtátok? Juli nemrég ünnepelte a 13. születésnapját. Igaz, Balázs azt hitte, hogy a húga már a 14. életévét napossa. Se baj. Egy kis matekozás, és már is megoldódott a rejtély. Na, várjál, kis Neumann. 93 a születésébe. Az nem az egy. Ha, érte, Anti, engem össze akartok zavarni. De nem megy. Figyelj, 93-ban született. Akkor 94-ben töltötte be az első életévét. Aztán következett az április elsejei őrület, amikor mindenki a másik megviccelésével volt elfoglalva. Balázs! A kaposi ház lakóinak azonban nem csak a bulizáson jár az eszük. Dizsonék ugyanis egy filmfesztiválra is ellátogattak, majd a következő reggel egymás hegyén hátán ébredtek. A papucsom, én két ember van. Mi? Zsomborra is rájött a művelődhetnék, ezért folyton Dórit hajkurásza, hogy adjon neki francia órát. Én lehetem. Igen, tudod, egy kis francia. Ja, francia. Balázs, kihasználva Krisztávol létét, rástartol Adrira. Ám próbálkozásait kevés siker kíséri. Masszírozd a tudod mit. Mi van? Állítsd le a barátodat, mert különben kidekorálom a képét. Végül megérkezett a pizza is. Igaz, senki sem rendelt. Kaposi Dóra? Igen, de én akkor sem rendeltem. Fenébe. Akkor megint átvertek. Régi szép időkben nem fordulhatott volna elő, hogy én csináljak magamnak teát. Mikor Dórival hegyektél? Ez állított labda volt üres kapura. Bocs, de mindig földobod. Mit? A labdát. És neked mindig le kell csapni, ugye? Hát igen, én már csak ilyen nyertes típus vagyok. Tényleg? Hát ezt mostanában nem vettem észre. Miért? Engedjetek be, engedjetek be. Hú, de vicces. Jó, adjuk abba egy megmarását, jó? Bocs, de nem veszed észre, hogy olvasok. Tudsz olvasni? Nem, ez gyenge volt. Lingo. Itt olvasok. Felteresz kutol a sóvárgást. Fiú a főszereplő. Fantasy sztori. Sóvárgás, az van ezerrel, mi? És miért kekeckedsz? Amikor együtt voltunk, akkor nem voltál ilyen. Hát ez régen volt. Nem volt. Ha Elektra és Orestész! Mi van? Mi? A szerelmesek ismét találkoznak. Elektra és Orestész testvérek voltak. Az most mindegy. Az ókori görög drámákban minden megtörténhetett. Nem. Nem jön át. Mi? Hát az, hogy volt. De mi? Hogy volt. Igaz is. Ti inkább Plütemnésze és Algisztus vagytok. Mik vagyunk mi? Amikor Agamemnon elment Trójába harcolni, akkor felesége Klütamnészra összejött Agisztosszal. És amikor hazajött Agamemnon, ezek ketten jól meggyilkolázták. Irodalmi előkészítőre jársz, vagy mi? De nekünk ezt az egészet nem muszáj megtanulni. Juli, nem stimmel a téma, mert akkor ki itt Agamemnon? Hát Krisz. És Krisz ki akarja megölni? Na hát ezt nem lehet tudni. Az ilyen ókori sztoriban senki sem tud menekülni a sors elől. Mi jobb lenne, ha abba hagynád már ezt az IQ versenyre való készülés, mert teljesen le fog nullázódni az agyad. Én inkább most utána mennék. Ki kéne találni ezt, hogy hogyan tegyük el lába a lókrészt? Ha? Ha, ki találsz? Kicsit. Hali! Hali! Mi a pálya? Semmi. Adri és Ádám felment Krisz szobájába. Ó, Ádám is. Mit vettél? Az hagyján, de hogy mennyit? Mert Krisz nem sokára hazajön, és biztos, hogy éhes lesz. Amúgy meg én is már tökre éhes vagyok. Aha. Mi az, hogy aha? Ssss.
Semmi. Tudom, hogy azt akarod mondani, hogy hisztam. Tökre belepistulsz már ebbe az IQ versenybe. Igen, Emma. Biztos, hogy minden rendben? Persze. De Júli? Mondd, Emma. De én Dóri vagyok. Én a helyedben elgondolkoznék, hogy minek vettem ennyi kaját. Hogy értve? Emma Bovary örökösen próbál felemelkedni a hétköznapi szürkeségből, képzelgésekbe, majd férfiakhoz menekül, s lelki bajának biztos jeleként csak eszik, az élet bekebelezésének, az élni akarásának mohóvágya transformálódik örökös habzsolássá. De én nem habzsolok. Azért beszélgettél múltkor annyit a pizzásnyúval, mert be akarod kebelezni. Hogy? Ugye ma is rendeltél pizzát? Miért ne rendeltem volna? Te amúgy sem szereted a főztömet, nem? Egyébként meg a meleg ételre szükségünk van. Tessék, ez is csak az bizonyítja, amit mondtam. Miért bizonyít? Most nincs fiú, de lesz pizza, mert a fiú pizzás. Érted? Hidd el, én vagyok a harmadik szemed. A harmadik szem egy röntgen és egy elektronmikroszkóp, valamint egy információs adó és egy vevőkészülők együtteséhez hasonlítható. Hú, jó van, még emlékszem. Hi, everybody! Hi, Chris! Hi, Agamemnon! Szia! Hogy? Készül, prepare. Prepare for an IQ competition. Egy IQ versenyre. Na és hogy utaztál? Long and boring. Oh. Meséljen mindent, olyan jó, hogy újra itt vagy. Gyere, ülj le, figyelj! Hogy szűszaljon már egyet? Nem vagy éhes? Are you hungry? Igen. Túri rendben pizza, mindjárt kezel. Pizza? Szeretem. Jaj, de jó újra itt. És milyen volt otthon? Nagyon jó volt. Sokat ettem. Anya csinálta kedvenc eteleimet. I met my friends. Hát, már rég láthatod az otthoni haverjaidat, ez biztos. I brought you some food. Ajándék? Rész az ott ajándékot. Eltaláltam. De jó. Ó, de kérlek. Köszi. Thanks. Balázs? Edzésem van. Majd még utána adom neki. És Adri? Hoztam neki is. It's an estate from my grandfather. Hagyat éve nagypapától. Hol van? Hol van? Upstairs. Oh, she's waiting for me. Chris, nem úgy volt, hogy este jössz? Hi, Chris. Szia, Adam. Jó volt otthon? Egyébként mi is hol szórakoztunk, ameddig te a mamánál voltál, igazad? Észnél vagy? Miről beszélsz? Az látom. És mi ez a sok cucc? Mi van, nyilas misi pakkot hozott? Hagyd már abba! Élvezed mi, hogy úgy sem érti, amit mondasz. Azt írtam, ami fontos. Mit értesz? Azt, hogy lejöttünk a lépcsőn. It is not important. I'll be busy the following days. Elfoglalt? Biztos be kell kísérni egy román csoportot még a baleseti sebészetre, nye? Őszünk, Adam and... Adri, I'm tired. Far, you know? And tomorrow I have to go to the French Institute. A francia intézetbe? I want to go and study at the Sorbonne. Szóval a Sorbonne-on fogsz tanulni? És ezt eddig miért nem mondtad nekem? Why don't you tell me? Why don't you ask? I waited for you. Jó? Igen, vártalak. I see. És a kedvenc könyvedet olvastam. Yeah, it's quite good. Vállalat. Így viselkedik egy győztes alkat. Igaz? Sziasztok. Kicsomagolok. Itom. Monsieur Bovary. Je suis Monsieur Bovary. Vous êtes Madame Bovary? Oui, je suis Madame Bovary. Oui, mère des souvenirs, ma fresse de ma fresse. A toi tous mes plaisirs, a toi tous mes devoirs. Wow. Gyere be. Mi ez a Bovary? A Júli egy IQ versenyre készül, és ettől teljesen begőzött már. Na, is megesik néha. Mindenhol irodalmi hősöket lát, ábrákat egyeztet. Jó, na, ezt nézd. Na nézd itt például, szerintem a hármas a jó.
Hármas. Mm-hmm, ezt már megoldottam. De nem, nézd meg. Én nem azt kérdeztem. Ugye maradsz velünk pizzázni? Persze, szívesen. Na. Ez mi? Halló? Frédi, ne viccelj, még van két címem mára. Jó, oké, jó, belehúzok, szia. Ez volt az utolsó rendelésem. Hát akkor megterítek. Felfordult tőletek a gyomról. Szevasz. Szia. Pizza. Hello. Azt hiszem, mi még nem találkoztunk. Már csak? Tényleg nem. Dijon. Béni, pizzás. Hm? Mi van, Dijon? Kiugrottál, szoftán piacra? Én nem is értek az ilyesmihez. Jaj, nem már, nem a rendőrség szörnyet. Pizza utár. Sosem. Ebben a házban senki nem ismeri a diszkréciót. Na, te aztán erről aztán igazán könyvet írhatnál. Gyere enni. Nem, Isten többet. Csak egy kosom közén. Jó, kérlek, ha megengeded, én is. Merre van a... Balra, ment. Krisz, gyere enni! Bocs, hogy ilyen korán elmentél. Megbeszélésem volt. Mi a fene szoftver csele? Azzal már leálltam. Nem, honlapokat fogok gyártani. Tényleg? Értesz az ilyesmihez? Dijon nagyon tudja mindenben. Arra gondoltunk a Petrával, hogy ő majd segít a dizájn kialakításában, mert van egy csomó jó ötlete. Igen, és én meg a technikához értek nagyon. Egyébként az első ügyfelünk francia, és arra gondoltunk, hogy segítségedet majd megkérjük. Ó, tényleg nagyon kedves. Képzeld, Béni is tud franciául. Tényleg? Mi ez valami új EU-szabvány? Mi? Hát most minden pizzafutárnak beszélni kell valamilyen idegen nyelven. Nem, de jól jön. És a magyarokra ráfér. Hmm, én azt nem is értem. Mindenki mindig arról beszél, hogy mi nem beszélünk idegen nyelveket. Pedig mindenki tanulja. Pontosabban csomó reklám szól arról, hogy tanuljunk. Ez hülyeség. Nem csak a reklámok. Hogyha ide jön egy külföldi, a segítséget ért biztosan talál valaki. Na ja, kézzel lábban. Elrontottuk. Nem mondj már ilyen hülyeséget. Adri egész végig a te könyvedet olvasta. Hogy? She read your favorite book, Sóvágás. És te is hoztál neki ajándékot. Hi, Chris. Örülök, hogy látlak. I wanna introduce myself. I'm Benny, pizza. Boy. Köszönöm. Okay, I'm Kriszti, az albillő. Angolul is tudsz? Nyitam folyamon rám ragadt. Biztos jó nyelvérzéked. Dóri, neked állandóan a szexen jár az eszed. Nem már. Csak oralizáltam egy kicsit. Dúlját. Hello, szia! Igen, most tartok az irodalmi kérdéseknél. És te hogy állsz? Na, az tök jó. Igen. Oh, yeah. Hát végül is még van időnk. Csak jövő hét pénteken lesz a verseny. Átnézni a számokat? Moziba? Pihentetőül? Jó, ha Dóra engedi, akkor jó. Akkor majd hívja. Vagy jó. Szia. Ki volt az? Csak egy haver. Ó, csak nem az, aki a szerelmes verset írta. Szerelmes vers? Yes, to Juli. Kitől? Don't know. Ez nagyon romantikus. Romantikus. Inkább ízletlen tréfa, április elsején. Aki küldte, biztos nem annak szánta. Na, te ezt meg honnan tudod? Gondolom. Ha valaki veszi a fáradtságot, hogy írjon egyet, akkor nem csak idétlenkedni akar. Have you ever written a poem? Yes. Once I was waiting for a person who called for a pizza. And I didn't have any paper, just the pizza box. And you put it down? Yes, but the person was a man. Hogy volt? Pizzás egy szerelmes verset írt az egyik pizzás dobozra, mert csak az volt kéznél, és amikor kivitte, a megrendelő egy manusz volt. És mit szólt hozzá? Nem tudom, gyorsan elhúztam a csinkot. Tévedtem, te nem bovári vagy. Megérkezni. Hanem Julien szól. Ja, Julika, hagyd már ezt abba. Ezeket csak gimnáziumi harmadik osztályban tanuljuk, ráadásul akkor sem kötelező, csak ajánlott. Ha ennyire olvasol és ennyire okos leszel, akkor soha nem lesz egy barátos, és senki nem fog szeretni. Van, akinek imponál a tudás. Hát Julien Sorel, meg Bovary néz.
Ez nem neked való, ez szintiszta erotika. És? Na, de Julika! Hogy elóva bászka? Hogy? Itt van a Hungarian film by Peter Gotthard. Na, ez tök jó kérdés lenne. Nekem mennem kell. De kell! És legközelebb is csak akkor jössz, ha majd rendelünk egy pizzát. Hát akkor biztos, nem tudom, elég sűrű mostanában a program, tudod? Csak pizzáltam. Valamelyik este benézek, jó? Sziasztok! I think I'll continue to kicsomagoló. Csomagol. Köszi a pizzát. You're welcome. Sziasztok! Hát, mit keresel itt? Csak nem egy szatír üldözött ide. Dehogy is. Jó vicces. Dóra, segíthetek? Nem, köszi, magam is elbírok vele. Bezzeg, amikor meg nem segítünk, akkor meg az a baj. Jó, hát akkor az asztal másik fele lehet a tiéd. Dóra, beszélhetnénk esetleg négy szem közt. Rendben, akkor szedjétek le, légy, és a tehjereket is, jó? Mi? Baj van? Nem, semmi, csak... Akkor mondd. Tudod, a hirdetés. Milyen hirdetés? A francia. Ja, egyébként jó, hogy szólsz. Frissíteni kéne az oldalt. Nincs ezzel semmi baj. Hát az igazság az, hogy elég egyszerűnek látszik, de azért nem volt könnyű összehozni. Megérte. Tudod, úgy kell fogalmazni, hogy még az is megértse, aki csak véletlenül keveredett oda. Röviden, tömören. Érted? Értem. Én megértettem. De szeretnék még többet érteni. Ritka manapság az ilyen fiú, mint te, Zsombor, akinek ilyen nagy a tudásszomja. Tudod, Dóra, az a helyzet, hogy én nagyon szomjas vagyok. Jó, akkor mikor kezdünk neki? Imádok tanítani. Tőlem akár most is. Hát most per pillanat azért nem lehet, mert érted? Hát persze. Kettesben jobb lenne. Értem. Zsombor, a legfontosabb az, hogy koncentrálj. Igen. Aztán adjunk bele, amit lehet. Szerintem az menni fog. Tudod, az ember azzal születik. De azért fejleszteni lehet, amit lehet. Na, de figyelj, én azt hittem, hogy ez az oldal már meg is szólt. Senki nem jelentkezett a hirdetésre. Hát, mi is csak véletlenül akadtunk rá. Nézzük csak. Francia.hu. Rosszul írtad. Te erre gondoltál? Ez a hirdetésed, nem? Mi? Ezt nem hiszem el. Hé! Hey! Mi az? Mi történt? Nem, ne nézzetek ide! De te nem erre gondoltál. Nem, egyáltalán nem erre gondoltam. Hát akkor... Ki csinálta ezt? Hogy lehet ezt kikapcsolni? Nem, összemontított kép. Láttam, ez egy pornó oldal volt. Pornó. Nem én vagyok rajta. Ki csinálta ezt? Hányan tudhatnak még erről? Én, meg a haverom, az kettő, de... Hát ez nem lehet igaz. Hogy megyek itt bedolgozni? Rugi, lehet, hogy nem látták. De hogyha igen, akkor engem kirúgnak, fegyelmit kapok, és örökre eltiltanak a szakmától. Hányál le, Dóri, azt mondtad, hogy csak a fej a tied, nem? Vagy a fej nem? Na, hogy micsoda? A test a tied, vagy a fej? De amíg ez kiderül, hogy nem én vagyok rajta, addig engem már rég kicsináltak. Ugyan már. Honnan szerezted ezt? Hát figyelj, a hülye Robi valami azt hívja kérdés, ezért jól. Kész. Szerintem jobb lenne, hogyha most elmennél. Ja, már eleget beszéltél. Elég volt. És tényleg minden megtörténhet. De ki lehetett ennyire gonosz? Hagyd már! Hát mondjuk igen, elég nagy tapróság valakinek a fejét oda montírozni ilyen képekre. De végül is technikailag semmi, az egész végül csak fogod. Fogd be! Jó gondolom. Meg hogyha a Dórika test lenne rajta, akkor ugye egészen máson a lehúzó fekvés. Mi a baj az én fekvésemben? Semmi, nem úgy értettem.
Hogy lehet ezt letiltani? Az nem is olyan nehéz. Igazából beszélned kell a szolgáltatóba, hogy tiltsa le a tartalmat, mert végül is ez tiltja a személyiségi jogaidat. Hm? Jó, de hol lehet beszélni a szolgáltatóval? Fel kell menni az impresszumba, és meg kell keresni a szolgáltatót, tehát kénytelen leszek még egyszer meglátogatni ezt az oldalt. Meg ne próbáld! Jó, Anna. Egyébként feljelentheted a rendőrségen is, van erre egy külön szakosztály. Persze, hogy az egész rendőrség ezen csámcsogjon majd keresés címet. Dóri, azért ne reménykedj. Kinyírlak. El lehet jutni ahhoz is, aki feltette a képeket? Lehetséges. És mennyi ideig tart, amíg letörlik ezt az oldalt? Szerintem úgy egy-két hét, de hogyha megtaláljuk a szolgáltatót, akkor egy pillanat az egész. Az a lényeg, hogy ne es pánikba. Végül is, ha eddig nem vették észre. Ez igaz. Ez biztos, hogy éreztették volna velem. Igen, meg elvileg nem lehet nagy a veszély. Zsombor is azt mondta, hogy véletlenül találták meg, hogy valamit félreütöttek, nem? Az is lehet, hogy valaki csak magának csinálta az egészet. De ki szánt magának ekkora szemétséget? Mondjuk egy titkos hódoló. Csak most véletlen rárukkantak. Véletlen? Előre nem várt esemény, nem szándékos, nem kiszámítható. Ilyen nincs is. Sziasztok! Szia! Az oldalról egy szót sem. Hoztam hímes tojást, gondoltam nektek, úgysem lesz rá időtök. Szia! Szia! Szia, Dóri! Szia! Miért vagy ilyen falfehér? Semmi. Nem fontos. Igazából az a helyzet, hogy... Dórinak mindig vannak ilyen nem fontos dolgai. Ugye, rohannom kell. Jó, oké. Hát akkor menjünk. De én most nem érek rá. Be kell mennem a színházba. A Márk most mutatja. Ki az a Márk? Tudod, a koreográfus. Nem tudom, honnan tudnám. Nem arról volt, hogy ez egy lány darab, lány szoba. Nem csak lány szereplőkkel, csak lányok játszanak. Csak lányok játszanak is a stáb. Ja, gondoltam. Figyelj, bébi, jövök vissza délután, de most rohannom kell. Szia! De régen nem lettem. Hogy vagy? Jó. See you later. See you. Hol van Krisz? Mögötted. Én nem vagyok Gluteimnestra. Hogy? I am not Gluteimnestra. No. És nem akarok megölni. De nem vagyok kicsikét nevetséges? Husoljágú, ellophattad a zsebkendőmet, de a könyveimért jöttem. Mi van? Még egyszer nem hagyom, hogy keresztbe tegyél nekem. Do you wanna kill me? Mondom. Te nem vagy Agamemnon. I think I'm not. Te Don Juan vagy. Ne viccelj, első címen vagyok, még van hátra kettő. Jó, de... Jó, köszi, szeretlek én. Nem köszönjük rá! Mi van? Szerintem Dóri már megint Pétert rendelt. Haj, ne! Azt hittem, csak a férfiakat lehet megfogni a kajával. Ez csak ürügy. Unom már ezeket az olasz ételeket. Jó, már végigértük az egész étlapot. Csak a főfogás hiányzik. Ki? Mi? Hát pizzás. De annyira ízű, csak néz. A fiúk ebben a korban általában csak néznek. És később...
később is. És mennyiért vállalja? Semmiért. Természetben fizetek. Mi van? Úgy látszik, feltosan tételkedik el a munka frontján. Boom! Krisz, az albérlő? Krisz, kellene hajj meg. Az a pizzás nem pizza. Hát azt még nem tudom, de az hódziher, hogy nem abban az étteremben dolgozik. Ezt miből gondolod? Mondjuk úgy, hogy elmentem és megkérdeztem, hogy van-e ilyen alkalmazott.